Szállodahajót fotóztunk, ami egy napra kötött ki Budapesten. Az alacsony belmagasság, folyamatosan változó kilátás a többi mellénk beparkoló hajó miatt extra kihívás volt. Ez az első megrendelésem, ahol iPhone-nal készült fotókat is átadtam, amiből jó eséllyel a megrendelő nem is fog semmit érzékelni. Ez kóklerség vagy szerintetek rendben van? Előző napi terepszemlére most nem volt lehetőség, mivel érkezésünk előtt egy órával kötött ki a hajó, úgyhogy gyorsan megnéztük a helyszíneket, amiket szeretnénk fotózni, és már kezdtük is a fotózást. Mi sem kellemesebb, mint 35 fokba délben érkezni a fotózásra. Itt van a hajó, pontosabban majd mögötte, kukucs, van. Sajnos a napunk az egy picit elment, jön egy vihar, ami igazából csak súrolja a várost, és a felhő sajnos az beárnyékolja a napot, és nem igazán van irak napsütés, így eléggé nehéz volt befényelni vakuval, természetes fényel, és a mesterséges fényekkel a teret, és nézzük is meg, hogy miről beszélek, hogy nem igazán süt a nap, csak egy ilyen szórt fény van, ami tök jó, mert legalább nem sülünk meg a melegtől. De kinézzünk, akkor ugye a napsütés az tök jól kiemeli ugye a színeket, ami most egy picit így elvész, ez így látható, hogy vannak felhők, és pont a direkt napsütést azt így elveszi. Most ebből kell dolgozni, mert lehet, hogy még két óráig nem lesz direkt napsütés, és akkor nem fér bele, hogy két órán keresztül malmozunk. Itt van a recepció, és ott itt olyan ötletem van, hogy állóba meglőni a csillárral ezt a részt, vagy esetleg fekvőbe, lesiftelve. Nézzük meg mindenket opciót. Itt van mögöttem most az étterem, mivel ide csak héttől jönnek vacsorázni, ezért most itt, jó kis flickering. Szóval mivel csak héttől jönnek vacsorázni, ezért most ideális, hogy ezt a teret fotózzuk. Fontos, hogy nyilván ez az a kilátás, ami a legfontosabb, viszont mellettünk áll egy hajó, ahol ugye az elején bejöttünk, és nyilván az fontos, hogy azt érdemes kerülni, hogy ne legyen benne a kilátásba. Ezt most itt látjátok is. Itt van ez a hajó mellettünk. És nyilván most hiába van itt akár egy jó kompozíció, akár így, most ez a kilátás annyira nem jó, úgyhogy nyilvánvalóan a Dunát szeretnénk belekomponálni. És az is látható, hogy a túlzottan nagy látószöggel készítem, ami úgy nem néz ki rosszul, akkor a plafonból eléggé sok van benne, viszont ahogy jövök szűkebbre, annál kevésbé van benne majd a plafon, és annál jobban előjön majd a kilátás. Majd megnézzük, hogy hogy komponáljuk. Feltettem most a Sonyt, hogy miért. Hát mert 24-75 a Canonhoz, ott hagytam helyet, aztán a 35-14-et tettem be. Kéne tudom egy checklist. Ez van, mindegy. Itt van a Sony, itt van rajta 24-70, most felraktam azt, ugyanúgy tudom irányítani, tehát hogy igazából ugyanaz. Szóval most inkább 24-70-nel készítek messziről fotókat, és jobban rázumolok, mert ha mondjuk 24mm-rel készítem a fotót, akkor nagyon sok van benne a plafonból, amit nem nagyon szeretek, és itt szerintem sokkal jobban nyilván a kilátás, ami eladja ezt. Úgyhogy inkább azt gondolom, hogy ez például majdnem 70mm-en készül most ez a kép, ami sokkal jobban előtérbe hozza magát a kilátást. Ritkán szoktam ilyen képeket készíteni, de most eléggé kevés az a hely, hogy ilyen kicsi a belmagasság, ez ilyen két méternél picit több, és ebben az esetben a túlzottan tág, túlzottan nagy látószöggel fotózunk, akkor nagyon sok lesz benne magából a plafonból, amit én most nem szeretnék. Szóval éppen kiállt mellőlünk a hajó, amin ugye bejöttünk, és azért imádkozunk, hogy ne ide álljunk be emellé, mivel az a problémánk, hogy ha most beállunk mellé, és úgy látom, beállunk mellé, akkor pont ezen az oldalon van a kabin, amit kéne fotózni, és ugye a természetes fényeket teljesen leárnyékolja, hogyha bemegyünk ugye közel hozzá, és úgy látom, be fogunk menni közel hozzá, és akkor olyan, mintha teljesen semmi természetes fények, hogy nem jön be a kabinba. Szerencsénk van, ugyanis ide fogunk kikötni, ami azt szerinti, hogy le tudjuk fotózni a kabint. Milyen lenne belejteném a telefont a vízbe, így hagyok olyan béna. Szerencsénk van, lejöttünk a kabinba, és ez a kilátás. Tehát, hogy ez így. Itt szinte majdnem, hogy a vízszintben vagyunk, nem tudom, ez mennyire jön át. Itt nagyjából egy fél méterrel lehet lejjebb a víz. Itt van a fotó, amit itt nagyjából készítettem, ez a nyerskép. Itt a kabin, és hát az van, hogy itt is fogunk aludni, mivel annyira teli van jelenleg a hajó szerencsére,
hogy nem, nincs is szabad kabin a másik oldal, amit tudnánk fotózni, ami tök jó. A 14-es iPhone, a Pro verzió 48 megapixelben tud RAW fotót is készíteni. Előbb lent tettünk, és arra gondoltam, hogy mivel nem tudtam a kabinba visszamenni a kameráért, hát akkor meglövöm azt a fotót, amit nem tudtam volna már meglőni kamerával, mivel nem volt időm visszamenni a kabinra, mert lebukott volna már a nap. És valószínűleg a megrendelőben nem fog semmit látni, hogy amúgy ez nem kamerával, és hát nem tudom, a Canonnal készült, hanem csak úgymond simán egy telefonnal. Dóra már mit tudnak. A fotózás utáni másnap reggel térjük éppen, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy az iPhone-nal készült RAW fotók azok milyen minőséget képviselnek, mennyire tudom használni őket, és esetleg felmerülhet-e az, hogy ezeket a fotókat át fogom adni a megrendelőnek, vagy annyira szemmel láthatóak, hogy mégis azért telefonnal készültek, hogy nem lesz pofám ezeket feltölteni neki. Hát nézzük meg őket. Hát itt van az első fotó, ami most egy nyers RAW kép, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha tetszik nekünk most ez, ha nem, és bármennyire is furcsa hangzik, de ezt a képet át lehet adni. És nyilván elkezdek még vele kicsit majd mókolni, például a hátulból pont ettünk ott a megrendelővel, itt ezeket a exit táblákat én mindig leszoktam szedni, kis fényt még ide-oda rádok, de ha most én belezoomolok így a részleteibe, akkor hát ugye ez 43 megapixel, mert vágtam belőle, ugye 2-3-as oldalarányba adom át én szinte mindig a képeket, vagy 16-9-be, és ha belemegyek a cropba, akkor itt látszik, hogy én már átállítottam arányt, de alapvetően, hát szerintem, ha jól látom, ez 4-3-as képarány lehet, mondjuk, és ugye 2-3-ra átállítottam, és akkor így itt van a fotó. És tényleg azt mondom, hogy használható a dolog. Itt a geometriában be szoktam menni, mert alapvetően ugye kézzel nem tudom kitartani, úgyhogy a vízszintesek azok vízszintesek legyenek, horizontálisak, horizontálisak, tehát hogy teljesen vízszintben legyen a gép. Úgyhogy amúgy ezt szoktam itt ilyenkor alkalmazni és megnézni, hogy hogyan néz ki jól. Hát ezt a széket majd valószínűleg ki fogom itt retusálni itt a jobb alsó sarokba, de ez a kép azt kell, hogy mondjam, hogy bőven használható, és mondom, belezoomolok itt a részletében, még az árnyékos részbe is belezoomolok, és ez is még azt mondom, hogy teljesen rendben van, 175%-os nagyításon vagyunk. Igen, itt a vonalaknál, de mondom, 175%-on vagyunk, tehát visszamegyünk mondjuk 100%-ra, akkor ez a minőség, ez rendben van. Annyi történt még, hogy egy picit rá van élesítve, ha bemegyünk a details, akkor van itt egy ilyen kis sharpening, tehát alapvetően ez jött ki a kamerából, a telefonból, és ott egy kis élesítést így ráküldtem. Azt kell mondanom, hogy kicsit ezt még finomítgatom, és ezt a képet át fogom tudni adni, akár ezt is, de inkább nézzünk meg egy másik példát, ahol viszont kicsit elvérzett a telefon, az pedig a dinamika tartomány abban az esetben, hogyha ide rásütött a nap, és hát ha megnézzük, akkor nézzétek meg, hogy ez egy alap expo, tehát valahogy valamiatt a RAW az így néz ki, tehát nagyon-nagyon sötét, és de simán rá lehet húzni ilyen, nem tudom, 2-3 értéket itt kamera RAW-ban, és nem jön elő egyébként a zaj. Tehát most én belezoomolok ide ebbe a részbe, most látható, rá van húzva 3 egység exposure, sőt még tudom, már ilyen 4-re, és igazából nem nagyon jön elő itt a sötét részletekben a zaj, ahhoz képest, hogy mennyire sötét alapvetően a fotó alapbeállítás szerint. Na de ahol elvérzik, az itt a csúcsfény. Tehát ezt azért úgy kéne, hogy amikor ilyen nagy dinamika tartományú fotót készítek, akkor itt azért kellene egy 3 expozíció, mert itt bármennyire próbálom behúzni itt a... Igen, tehát itt látszódik, hogy ezek a részletek ki vannak ott égve, és azok nem nagyon szépek. Szóval ezt a fotót amúgy el is engedném emiatt, mert ez így nekem nagyon nem teszik, hiába húzom be a csúcsfényeket, amennyire csak tudom, ez nem lesz oké. Szóval ha megyünk tovább, akkor itt viszont egész szép eredményeket kapunk. Valamiatt, ezt most nem jöttem rá, miért itt van 12 megapixel, olykor, meg olykor 48 megapixel, pedig én úgy emlékszem, hogy nem állítottam át a kamerát, telefont. Úgyhogy nézzük meg inkább a 48 megapixeles fotókat, most itt belezoomolok megint, ugye itt már azért valamennyivel sötétebb volt, de hát
megint 100%-os nagyításon nézzük a fotót, és a megrendelő valószínűleg nem fogja, tehát megrendelő valószínűleg így fogja használni a fotót, és ez is rendben van. Csak tesz jelleg, amúgy felmentem itt naplementébe, és lőttem pár képet, hogy ezt akartam kipróbálni, hogy olyan át fogjuk-e tudni adni ezeket a képeket, és néhányat itt valószínűleg igen. Például ez szerintem rendben van ez a fotó, ezt szerintem át lehet adni. Ellenfényben készült fotó, ez is nagyon szép dinamikával visszahozta nekünk itt a telefon. Kicsit talán nekem, hát igen, a színek jó, mondjuk ellenfényben szerintem nem jó fotózni így. Tehát, hogy így a színek kicsit mindig eltolódnak, ezt ilyenkor nem ennyire szeretem, inkább a másik oldalra fotózom, tehát, hogy ez talán egy picit jobb, ha benne van a város, nem pedig direkt van a naplemente, és most ezt is megnéztük, hogy 4,3 van már rajta, és ha belezoomolok, akkor megint rendben van a képminőség. Durva. Igen, ez is 48 megapixel, tehát ez a kép így még kicsit a színekkel kicsit még mókolók, és ez abszolút vállalható kategória, és ugye az egész onnan indult ki, hogy ennél a képnél ugye pont itt vacsoráztunk, és előbb bújt a nap, és ha tudtam, jól elmegyek a kabinba, és visszahozom a gépet, akkor az szok történni, hogy pont lecsúszok ezekről a fényekről, egy lehetőségem volt telefonnál meglőni. Bárítottam ugye 48 megapixelt a RAW-t, hát mondom, kipróbáljuk. Most géppel úgyse tudtam volna ezt már meglőni, és hát itt a fotó, és úgy néz ki, hogy ezt át fogom tudni adni, bár ugye itt még látom ugyanazt a problémát, mint ugye előbb, hogy itt a csúcsfények azért itt lesznek. És meglepő, hogy mire képes. Kíváncsi lennék arra, hogyha mondjuk egy egész anyagot telefonnal fotóznék le, mennyire vennének komolyan, mert ha egy expozíció korrekcióval mondjuk egy mínusz kettest, egy nullás, meg egy plusz kettest készítenék, és azokat összetenném HDR-be, akkor azért kíváncsi lennék, hogy mennyi különbség lenne mondjuk egy 5D Mark 4 meg mondjuk az iPhone között. El is lehetne akár készíteni ezt a tesztet, gondolkoztam is rajta, hogy milyen jó lenne egymás mellé tenni a kettőt, és akkor nézzük meg, hogy mit színekben a különbség, de ez tényleg egy használható kategória, csak a dinamikában van a probléma, mert ugye egy expozíciónk van. Ha pedig érdekel titeket az interior fotózás, akkor szeptember 3-án és szeptember 24-én is van újra Balatonon, Vászolyon interior és épületfotózás kurzusom, személyes, egésznapos, bővebb információt elértek a leírásban, és van egy interior fotózás gyors talpaló ingyenes kurzusom is, ami szintén az ingyenesen elérhető, azt is eléritek a leírásban, bármi hozzáfűzni valótok van itt az iPhone-os képekhez, vagy bármi ez, amiről a videóval szó volt, akkor írjátok le kommentben. Sziasztok!